46 millió forint kártérítést kell kifizetni a gyilkosoknak az Olasz Liszkán 4 éve agyonvert tanár családjának. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság korábbi döntése nemrégiben lett jogerős. Ilyen magas összeget Magyarországon még nem ítéltek meg. A pénzt a börtönben keresett pénzükből és vagyontárgyaik értékesítéséből kell megfizetniük. A meggyilkolt tanár özvegye és édesapja az egyik oldalon, üres székek a másikon. 4 hónappal ezelőtt döntött a bíróság az 57 millió forintos kártérítési kérelemről. 46 millió forintot tartott indokoltnak, akkor még nem jogerősen. A szülő elvesztés az idősebb gyermekeket is akadályozza a személyiségük teljes és zavartalan kiélésében, életminőségük alakulásában kihatása van az egészséges élethez való jogukra. Ez volt az egyik indok. A tiszavasvári tanár lányai ráadásul végignézték, ahogy agyonverték édesapjukat. 2006. október 15-én Szögi Lajos tanár és lányai Olasz Liszkán hajtottak át kocsival, és az autóval véletlenül elsodortak egy kislányt, aki ugyan nem sérült meg, de a feldühödött rokonok szabályosan meglincselték a sofőrt. A gyilkosság miatt 8 embert összesen 157 év fegyházbüntetésre ítéltek, most pedig kártérítés megfizetésére kötelezték őket. Ilyen magas összeget Magyarországon még nem ítéltek meg. Véget ér az aszfalt, a kártérítésre kötelezettek családjai Olasz Liszka olyan részén élnek, ahova már nem építettek utat. A házakon látszik, hogy a családok nem tehetősek, itt kérdés, miből tudják majd kifizetni a 46 millió forintot. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke szerint az anyagi helyzet nem lehet szempont a bírói döntésnél. A bírói döntést, határozatot a végrehajthatóság az nem befolyásolja. Tehát adott esetben, hogy mondjak egy példát, a bíróság akkor is elítél valakit, ha úgy látja, hogy az a szükséges és jó ítélet 8-10 évi, 12 évi szabadságvesztésre, ha mondjuk a terhelt nincs meg, és semmi remény nincs arra, hogy előkerüljön. Az ítélet szerint az olasz liszkai gyilkosoknak rabkeresményükből és vagyontárgyaik értékesítéséből kell megfizetniük a kártérítést. A végrehajtás vonatkozhat az ingatlanokra is, amelyeket elárverezhetnek. Ráadásul az 1 millió 700 ezer forintos perköltséget is nekik kell kifizetniük.